hétes szőlősi kerékpár pihenőtől, megyek be hétes szőlősre. A hétes szőlősre is kerékpár út vezet innen, ami tökéletes. Szemben jönnek a földúton a gépkocsik, átmennek a hidon, és az Eper földön a Szedd Magad akcióba szedik az Epre. Hát megyek a vasutat, de kikapcsolom előbb a telefont, mert mond hülyeségeket, az se tudja, hogy hova akarok menni, erre meg nincs szükség. Majd ha akarom, megnézem, hogyha valami éppen hiányzik. Mert a térkép jó, ha van, de az autós GPS nem igazán szerencsés, meg nem is kell. Én kis emelkedő, átjöttem a vasutat. Ilyen huppanóval a végén. Nem volt meg a lendület, ugye? Pont előtte álltam meg. És át kell menjek a főúton. Aztán jobbra megyek a Samuhoz, az őskori lelet, vértes szőlőse. Most piros a lámpa. Nem kell zöld, mert nem baj, ha tudja, hogy van ásztani. Különben soha nem ad zöld. Na most már zöld is.
és itt lentek jobbra. Irány a hegy. Ott van előttem a gerecse. Elnézem, ebből lesz tovább is. Ahogy feladom, és tolaj. Hú. Igen, 10%. És hosszú. Ez képest nincs meg az edzettségem.
most kikapcsol egy kis időre. Most lefele megyek, elkapcsolom a kamerát, kormányon. Aztán meglátom, milyen úton jöttem föl. Nyilván sajtok, nehéz, nehéz darab. Azt mondta, hogy jó az a hal. Tehát arra tudok visszamenni, ha csak nem a kerítés mellett el lehet menni. Kikerülni ezt a telephelyet. Nem tudom milyen elején, biztos ki van írva. Nem látok utat, ha el is mentek itt gyalog, úgyhogy akkor megyek vissza. Kár volt legurulni. Igen, mikor azt mondja a GPS, hogy fordulj balra. Befordul az ember az első kereszteződésnek, mert az GPS nem tudja, hogy ott közben valami szépítettek, vagy erdészeti, vagy vízműtelek, és körbe van kerítve. Itt mondjuk temetéskert van jobbról. Temetéskert. Mert ott, aminek neki mentem, úgy nézem, mintha valami vízmű telephely lenne. Hát majd egyel arrébb kell mennem balra. Vagy talán egy rendes turista jelzést, és az is megvesz. Tehát kétségbeesésre semmi okom. A pár perc kiesik, mert megérte, de szépek ezek a lila virágok itt a úton, lepkék. Azok is vannak, gyönyörűek, szép nagyok, de hát ez mindenütt van. Már rögtön visszaértem. De milyen jó illat van. Na, erdő. Tiszta, friss levet. Na mindjárt. Forduljon balra. Fordulok majd balra. Mondani mondja rendesen. Forduljon balra. Remélem tudja, hol vagyok. Akkor miért nem mondta, hogy nem az első kereszteződésre gondolt, hanem a másikra.
Forduljunk balra. Igen, balra fogunk fordulni. Nem azt mondod, hogy fordulj föl. Nyomja. Lehet, hogy szőke. Nem tudom. Tulajdonképp itt volt fent egy csorompó, de ez nyitva volt. Hogy ez a csali. A csali bejárat. Gondolták, majd lent a kapu megfogja az ember. Most itt már felhasználtunk. Visszaértem. Arra milyen szépek itt a vadrózsák. Remélem benne lesznek a kamerába, a képen. Hát. Minden nem lehet benne. Töcske az, rengeteg van. Lepke. És igen, ezen a úton megyek tovább balra. Akkor ezután lesz egy kereszteződés balra. Majd megálljuk. Már rendkül jöttem. És most kapaszkodok tovább fölfel. Forduljon balra. Balra vagyok fordulva. Úgy be vagyok fordulva, hogy még olyat nem is látok te a képét. Kerít, éppen, miért ne? De hát, a hegy az itt van, ahova megyek, az meg közte, a völgybe. Méter múlva most meg látok itt egy enyhe jobbkanya. Igen. Elhinn jobbra, majd forduljon jobbra. Aha. Ja. Jó. Mered. 6,7-es. Talán itt kisebb lesz. Megrejjem. Már csak 5-7. Már csak 5,5%. De lehet, hogy becsapnak a műszerek. 3-9. Elmentem egy időbe, rögtön egy hét. Nem is az egy kerékpárt rá kell tenni. Ez balról magán nem időbb. Jó, hülyeske. Kapaszkodok itt, kapaszkodok. Fölfel. Ez
minden naposba behajtani, de hát ide gépkocsi nem lehet. Természet védelmi terület. Tájvédelmi körzet. Igen. Itt leszállok. Hallgatom a madarakat. Na, talán felérek. Látnak a gyökerek, teljesen látszik, vagy kinőttek, vagy az eső mostan. Úgy néz ki, hogy nem nagyon emelkedik. Akkor megint tekerek egy kicsit. Mert ez nem aszfalt. Pattog a kerék, meg a homokba süllyed a kerék. Ilyen helyen lehet jó fölvenni, hogy tapja egyet az ember. A fölülök megint nem lehet. Hát igen, magas a hegy. Négy csápa. Négy kilenc. Ilyen hatós hetesnél. Morvás úton leszállok. Jön egy nagyobb kő. Az úgy is megállít. Ma van a gerecse 50. Szándékosan nem mentem arra, mert nem vagyok arra kiképezve. Ez a kirándulás jó lesz. Fölfelé, fölfelé. GPS nem a legfontosabb szerkezet. Lefele mutat 283 szint ereszkedést. Tehát még mindig emelkedik. Nem tudom mihez méri, vagy van-e itt az erdőbe rendesen jel. Vagy kiderül. Mert itt még ugyancsak fölfelé megyek.
ott megy fent az út, nekem arra kell mennem. Ezt a legnagyobb jó indulattal nevezem mínusz 3,8-as ereszkedőnek. Ha visszafele mennék, akkor igaz lenne. Kereszt, nincs semmi kiéva. Erre kénytelen vagyok megnézni, nem itt van a körtemplom. Azért fölmászom ezt a 100 métert. Mert rögtön kiderül, hogy mi van itt, aztán visszajövök. Szemetekert, meg megy lefele az út, erre befele nincs semmi kiírva. Hát akkor gurulás. Na kérem, leértem. Húzza fel a jó kis ereszke, és most megyek megint fölfel. Húzó fölfele. Ezt hívom túrakerékpáros gyalogásnak. Tulajdonképpen ez egy új sport a túrázásnak, meg a kerékpározásnak az ötvözete. Itt szabadon lehet leszállni a kerékpáról, hallgatni a madarakat, figyelni az erdő gajait. Ne fej. Meg persze emelkedőnek, amikor már jó ideje ment az ember 3-4%-on fölfele, és még nincs a tetőn, akkor szabadon leszáll, és annyit tolja, amit ki nem pihenni magát. És még csak
menőzni se kell, mert ez kirándulás, pihenés, szórakozás. Elindulok, én nézem a beállítást aránylag, jó, majd kiderül. Tardusbánok 5,5 kilométer, most felfele, végre, fölértem úgy még csak a félre. Hát valahol fölmentem, onnan már megy a lefe. Szágyújtani, ezen azért megfogok, mert nem tudom, hogy mi vár rá. A gyöngye tiszta. Ilyen helyen nem szeretek el. Ilyen hosszá. Ilyen buktanó. Jó, hogy nem számítok itt, hanem nincs mit behozza. Kerékpáros túlista. Az érjen rá. Mondom, hogy így kimosta.
egyet átfőzzelték. Kaptam egy szület. De kidobta a gumit. Lekapaszkodni utattam át a formát. Az ember néz, mint a moziban. Na, talán kicsit jobb. Lekeredek a hegyből. Ez itt van a bűzásra. Azt hiszem, leszállok. Azt hiszem, ma már nem kell felmenni.
jó kis kaza. Fávú. Ne hallom, elérem az asztalt. Gondolom balra lehet. Igen, már látom. Igen, jó irányba haladok.
kelet felé.
Na, szia, akkor. Na, ma már ne várjál. Mert elindultam, eljöttem egész oda fel a körtempomig, aztán elcsesztem az útirányt, most itt vagyok Agostyánba. Innen mennyire van tardos? Az merre kell itt menjek? Ennek mondjad, arra izé fele, mi? Arborétum fele. Na, mert én ha főszenvedek arra, tudod, az marha magas már, mert már a hegyen átmásztam. Azt elrontottam az útirányt már. Nem bírom a kiképzést. Na, itt vagyok most az izénél. Ez a Agostyán tábla, majd kimegyek busszal. Ja, hát most megyek itt a tára. Mert az a helyzet arra már nekem nagyon meredek. Már toltam egy csomót ma. Tehát készen is indultam, mert 8 órakor indultam el. Körtemplomnál ott elszúrtam el, mert ottan én elmentem balra, ott meg jobbra kellett volna menni. Ja. 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 Az biztos. Azért, mert ott a vértesszőlősről az erdőnek jöttem át a hegyen. Kettő hegyet megmásztam. Már ugyancsak ki vagyok. Ja, de ha nem rontottam volna el, akkor odaérek. Csak most nézem, amit kijöttem az erdőből, az kint a tábla, hogy Tata Agostyán. Na, ott még erre fölmegyek Arborétumnak, arra még messze, még van 8 kilométer, ahogy mondod, mi? Ja, meg estére érek oda, akkor mikor érek haza. Ja, biciklivel így jártam. És jó vagy? Ja. Én is kínódok itt. De tulajdonképpen azt nem értem, mert a GPS-en be volt erdőbe, aztán meg szartni érek el. De tudom, már nincs félre része, nem ugye. Nem mutattam. Ja, úgyhogy kellett volna jobban találni. Hát nem vagyok őszünk be, hogyha szerettem volna elmenni, de majd elmegyünk akkor. Ja. Ja, így van. Ja. Mit alkotsz ma? Ha? Mennyi az idő? Már dél van, mi? Azt fogom csinálni. Eteken egy tatára, aztán nézek valami helyára. Egy egyére nem megyek, tatarára nem megyek, azt elszerűen. Jó van, fejsz ide az magam. Jó, nézd az magam.